Sziasztok, Robin vagyok, és képzeljétek el, hogy vásároltam egy LEGO készletet, méghozzá ezt a Stance nevezetű készletet, ami, hát látjátok, egy ilyen jó kis kaszkadőrös készlet, és ezt nagyon megszerettem, úgyhogy így venni fogok pár darabot ezekből a készletekből. És próbálom kinyitni, úgy, hogy azért ne sérüljön meg annyira a doboz. Próbálom így. Hát elég nehéz, mert ugye itt vannak ezek a... Na nézzük csak. Pillanatra most ezt így egy kicsit közelebbről. Talán így jó lesz. Aha. Ez az. Jó. Na, meg is van. Épp lett a doboz. Tökéletes. Micsoda pálya modulok vannak itt. Aha. Ja. Kettő használati útmutató van. És vagy összeszerelési. Van ez, és van ez. Ez vaskosabb. És van egyes, és van kettes. Egyessel kezdjük. Legfeljebb úgy csináljuk, hogy az egyik videóban az egyik, a másik videóban a másik. Na, ez melyik lesz? Na, ez az egyes, a vastagabbik. Jó, oké. Szerintem ezt így magamnak. És akkor itt az egyesnél lesz ez. És akkor két modul, egy pályamodul, amit szépen ezt egy kicsit lejjebb teszem, hogy azért lássátok majd az összerakást is. Igen. Na nézzük. Kell egy ilyen, és még egy ilyen. Ja. És kettő ilyen ugratós. Tökéletes. És akkor lássunk is neki, hát ezeket félre rakom, ne foglalja annyira a helyet. Ezek úgy is látszódni fognak. És akkor lássunk neki. Vagy lehet, hogy mindkettő bele fog férni a videóba, ki tudja. Gurulnak. Jó, ez megvan. Hű, itt aztán minden van. Csoda menő dolgok vannak itt, ahogy látom, a motor. Ezek ilyen kisebb alkatrészek, amikkel óvatosan, csínyán kell bánnunk, mert elveszhetnek nagyon gyors. Na, azt mondja, hogy... Hát először is persze, hogy a figurával kezdünk. Először is... Hát
és úgy gondoltam, hogy a sisakját. Itt van ez a haj. Haja. Lehet cserélni akár így is, de lehet így is. Hoppá! Na, nézzi! Jó. Ez megvan. Fölvesszük így a sisakját. Tök jó. És van egy ilyen baseball ütő. Ez nem semmi. Baseball ütő. Úgy a legjobb. Na és ezt szerintem ezt így ide rakjuk. És akkor úgy gondoltam, hogy lássunk neki. Először a motorral kezdjük. Mindjárt azzal kezdjük szerintem. Ez megvan. Van egy kerék. Hol van? Ez mindenképpen kelleni fog. Aha, megvan. Kerekének a bélése. Ezt így kell. Jó, megvan. Megvan. Igen, motor az megvan. Ezt ide rakjuk. És akkor most lesz az akadálypálya. Első része. Fókusz. Nem nagyon akar fókuszálni egyébként. Na nézzük. Menő, jó néz ki. És akkor azt mondja, hogy kettő ilyen van. És ugye most az ilyen ugrató részét fogjuk megcsinálni. Ami hát tulajdonképpen ezt így. Egy. Tökéletes lesz ez így. Ja. Szerintem ezt így ide rakom.
Na és akkor nézzük meg, most jönnek ezek a sárga. Ebből négyet kell. Aha. Egy. Kettő. Három. Négy. És akkor lesz ezeknek ilyen teteje is. Uh-huh. Ja. Igen. Hát ez szerintem egy hosszabb ilyen összerakós videóból össze fog állni a dolog. Na de most nézzük. Aha, vannak ezek a tűz. Tűzes. Nem mindegy, hogy hogy. Aha. Másképp kell állniuk. Értem, értem már. Szóval ezek így lesznek ide rakva. Ezek így külön vannak. Na. És akkor van még egy ilyen. Az így jó lesz. Majd lesz még azért ezt hasonló készletek ebből a témából. Mindenképpen. Na hát akkor lássunk neki. Az itt lesz. Jók ezek a téglák. Fókusz. Nem akar fókuszálni, mindegy, akkor lesz így. Na. Olyan furcsa, hogy nem kell, hanem csak így ide rakni. Gondolom, hogy ezt le fogja ütni, vagy ilyesmi. Akár. Igen. Ez így meg lesz. Még egy. Ja igen, és most jön az ajtó. Uh-huh.
Igen, és akkor még egy ilyen. Na, és azt mondja, hogy kell egy ilyen. Ja, hogy stabil legyen. Ezt mi így ráhelyezzük. És akkor van egy ilyen fadeszka, ami így tökéletes. Ahogyni. Nem semmi. És akkor így lesz. Aha. Fura. Fura. Fura, fura. Na nézzük. Micsoda akadálypálya lesz itt. És mindenképpen ezután második részében a második zacskót fogjuk. Most úgy gondoltam, hogy így ketté választom. Mert két külön épület, ugyebár. Nézzük csak. Ezt ide középre. Ezt ide. Ho-ho. Ho-ho. Ez az. Úgy látom, még egy fadeszka lesz. Fad. Aha, itt van. Ez alatt volt. Jó, hát ez. Ez így jó lesz. Uh-huh. És akkor ez meg ide rá. Aha, ide. Nagyon menő. Hát mindjárt megláthatjátok, mert nézzétek csak. Aha, nagyon menő. Na és akkor ezek ilyen akadályok, vagy ha neki megy, akkor eldől minden tulajdonképpen. Ez a cél. Olyan, mint hogyha így várat építenék. Csak úgy, hogy darabokként, és akkor így az el is. Durvul. Szétesik. Ja. Ezek ilyen dülöngélős kejfejjancsik lesznek. Ezzel jól el lehet játszani. Na és van kettő pótalkatrész. És akkor nézzük csak meg. Aha. Szóval ezek úgymond itt lehetnek. Na sem. És akár még a motornak a kormányát, és így meg lehet dönteni. Fura, nagyon. Igen, hogyha így nézzük. Aha, na ez érdekes lesz. Na mindegy, ahogy látjátok, a következő részét meg fogjuk csinálni a következő videóban, a pókost, pókos verzióját.
Úgyhogy ennyi lett volna így az első része ennek a készletnek, a videó. Ha tetszett nektek a videó, akkor nyomjatok egy lájkot, és ne felejtsetek el feliratkozni a csatornámra. Sziasztok!